kezdeményezőleg léptünk föl, szerettük volna, hogy a mi akaratunk érvényesüljön. Azt gondolom, hogy ez a mérkőzés nagy részében megvalósult. 2-0 után hamar kaptuk a gólt, ez egy kis zavart okozott. Kisvárdának is voltak veszélyes támadásai. A második fél idő elején is voltak ott egy kis nehézségeink, de azt tudta a csapat orvosolni, és azt mondom, hogy végig a mi akaratunk érvényesült, és véleményem szerint egy jó mérkőzés volt, és azt gondolom, hogy megérdemelten nyertük meg a találkozót. Jött a kapott gól, és ilyenkor azért be tudnak remegni a játékosok, és ugye vezet 2-0, úgy érzed, hogy maga biztosan uralod a mérkőzést, kapsz egy pofont, jön a gól is, hát el lehet ilyenkor bizonytalanodni, tehát nálunk is ez történt, még az érződött egy kicsit a másik félidő elején is, de azt követően úgy gondolom, hogy megint maga biztossá vált a csapatnak a játéka, sok támadást vezettünk, még egyszer mondom, hogy a Kisvárdának is voltak veszélyes támadásai, tehát voltak nekünk is nehéz pillanataink, de azt gondolom, hogy végig a mi akaratunk érvényesült, és amit mondtam, a csapat jó teljesítményt nyújtott. Hát mi tetszett, mert kialakult, hogy mondom, 6 vagy 7 cice. Ez pozitív. A másik, mert hibáztunk. Tudtunk, mert a Debrecen tavaly is nagyon erős a pontrugások, és kaptuk 3 gól a pontrugások. Kész szöglet is jó, mondjuk egy szabadulás. Nekünk elén ott volt a helyzet, hogy osztani egy az egy a kapos, ezt be kell rúgni. Mert én nem tudok mindig várni, mint tavaly a Grozzával, egyedül megcsinálni, a cselis gólokok rúgni. Mert ilyen zicelek be kell rúgni. Hát ellenfel ott voltok a 3-4 zice, berúgtak. És ennyi, 4-1. Ha mi rúgok az első gól, elén akkor szerintem más lett volna is. De akkor is 2-1 után volt ilyen periódus, szerintem 15 perc, mikor mentünk, letámadok őket, voltok a helyzetet, csak meg egyszer be kell rúgni. Mert hibázni, mindenki hibázni. Most hiba mondom, mert a Beri vagy a másik hibázott. Ez benne van. A védő hibázni, akkor végül van. De előtt jobban kell figyelni, mert nem lehet, szerintem annyi helyzet, hogy 2-3 meccs alakul egy csapatot, nem egy meccs. Szerintem 3-1 után már végén volt a meccs, szerintem, mert nehéz után 3-1. Nem néztem pontosan a harmadik gól, hogy kihibázott, de hát ott volt a Gosztoni, ott volt a Meniskocs, Grozla, most egy az egy a kapus. Hát idegenben, Debrecen pályában, hány helyzet kell nekem? Jó NFL, jó csapat, jó szervező az András, jó edző, Pandi. Megetek nertek, de meg egyszer szerintem saját magunkon megvettük a mai nap. Szerintem rendben volt a játék, meg egyszer voltok periódus, mikor a Debrecen jó volt, voltok pár percet, de utána mi jöttünk, oda-vissza. A különbség az volt, hogy berúgták a helyzetet, vagy helyzetet, mondjuk egy szabadugás szögletet, nekünk szerintem 100% helyzete, vagy zicserek, hogy mondom magyarul, voltak, és nem rúgtuk be. Ez volt a különbség a mai nap.